Ez évi legszínpompásabb eseményére készül a Gödöllői Királyi Kastély. Augusztus elején 13. alkalommal rendezik meg a barokk kastélynapokat. Ez egy hagyományos rendezvényünk, annak emlékére, hogy 1751-ben Mária Terézia felkereste a kastély építtetőjét itt Gödöllőn, Grassalkovics Antalt, és egy a látogatására a kastély tulajdonosa, a kastély ura egy nagyszabású ünnepséggel köszöntötte az ideérkező uralkodó nőt, aki jószerével ekkor járt először ilyen messzire a bécsi udvartól. Nos, ezt elevenítjük fel idén újból, annak a különleges évfordulónak az apropóján, hogy idén 20 éve nyitotta meg kapuit a Gödöllői Királyi Kastély. Így aztán különleges programokkal színesítjük a két napot. Mindkét nap ünnepélyes kapunyításra kerül sor. Szombaton Grassalkovics Antal fogadja a hozzáérkező Mária Teréziát lovas testőrséggel, illetve vasárnap is a nemesi testőrségnek a őrségváltását tekinthetik meg a nyitásra érkezők, illetve természetesen a megszokott módon lesznek a vásárosaink, lesznek gyerekprogramjaink, folyamatosan lesznek a programhoz és a korhoz köthető múzeumpedagógiai foglalkozásunk, de hát magától érthetődő módon a gyerekeket ismét előtérbe helyezve mindkét nap lesz bábelőadás, ugyanakkor igyekszünk felfrissíteni a programot azzal, hogy idén először élő szereplős sakjátékra kerül sor. Kastély díszudvarán mind a két nap 3 órától Mária Terézia és Grassalkovics Antal mérkőznek meg. Egy korabeli játszmát fognak lejátszani egyébként, és élő szereplők fogják eljátszani a sakfigurákat. Azt gondolom, hogy nagyon látványos és élvezetes produkciót tartogat az érdeklődők számára ez. Az élő szereplős sakjáték a Könnyű Tisztek Áldozata nevet kapta. Mert egy nagyon különleges történelmi sakjátékot találtak a munkatársaink. Egy sakkmesterrel egyeztetve ezt a mérkőzést, játszmát fogják előadni a szereplőink, illetőleg Mária Terézia és Grassalkovics Antal maga ezt a játszmát fogja végigjátszani. A kifutását, illetve a végeredményét én nem árulom el, de azt gondolom, hogy élvezetes, mindenképpen fordulatos játszmára lehet számítani. A játszmát különleges zenei és látványelemek színesítik majd, a szereplők pedig szintén nem mindennapi jelmezt öltenek magukra. Egységes, egyforma ruhában fognak szerepelni. Egy különleges kosztümöt találtunk ki, nem barokk jelmez, ez egy római jelmez lesz, feketék és fehérek, magától értetődő módon, de hát természetesen a szereplői a napnak, mint Grassalkovics Antal, mint pedig a ideérkező uralkodónő, magától értetődő módon barokk ruhában fognak. A sakjáték mellett más kiemelt programok is várják az érdeklődőket a kastély több helyszínén. Programjaink jelentős része a díszudvaron. Reményeink szerint az időjárás kegyes lesz hozzánk, és a díszudvaron meg tudjuk őket valósítani. Első helyszínünk természetesen megint van a lovarda. Múzeumpedagógiai programjaink magától értetődően szintén a házon belül a kiállításban lesznek. Park természetesen birtokba vehető, mint egyébként általában ezt a vendégeink előszeretettel használják is. Viszont egy idén először programhoz kapcsolt eseményre is szívesen felhívom a kedves nézőknek a figyelmét, hiszen a megújult pálmaház, a kastély kertészet mind a két napon egy különleges programmal kapcsolódik a barokk kastélynapokhoz. Fűszernövénykóstolás lesz az egyik napon, illetve illattúra, barokk illattúra a másik napon, úgyhogy nagyon érdemes hátra sétálni a kastély gyönyörű parkján keresztül a fantasztikusan felújított pálmaházba is. Vasárnap este pedig egy különleges Barokk Világ című előadással készülünk. A Musica Profana és a Campani Canario historikus táncegyüttesnek az igazán fantasztikus, a korhoz, a közeghez és a kastély millióihez maximálisan illeszkedő barokk produkcióját tekinthet meg az érdeklődők, és tekintettel arra, hogy a befogadó számunk véges, az első 500 vendéget tudjuk majd fogadni, akiktől azt kérjük, hogy regisztráljanak előre, hiszen maga az előadás ingyenes lesz, belőpélyed nélkül látogatható regisztráció ellenében.
Hát azt gondolom, hogy elég érdekesnek tűnik a program, amit sikerült összeállítani, hogy mindenkit nagy szeretettel várunk augusztus 6-án és 7-én a 13. barokk kastélynapokra a Gödöllői Királyi Kastélyba. De aki nem bír addig várni, azokat nagy szeretettel invitáljuk július 24-én este a kastély díszudvarán, rossz idő esetén a lovardában megrendezendő Arrivederci Róma című olasz dalestünkre, ami egy fantasztikus válogatást kínál az olasz dalművészetből és zeneművészetből, hiszen operáriáktól elkezdve nápolyi dalokig, olasz filmslágerektől egészen az olasz énekekig mindenféle igazi olaszos mediterrán hangulatú estére számíthat, aki eljön hozzánk még egyszer július 24-én este. Szeretettel várom mindenkit!